fejlesztés, 80 elektronikusan mozgatható és 12 intenzív osztályokon használatos korszerű betegágyjal gazdagodott a Markusovszki kórház. Adomány. A vasi mentők munkáját könnyíti meg az a mellkaskompressziós készülék, amelyet az Ellukán Szavária Kft. Vásárolt a szolgálat részére. Vakáció. Véget ért az iskolai tanév. Városszerte most tartják az évzáró ünnepélyeket, de már napok óta a nyári szünetre készültek a diákok. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! 80 elektronikusan mozgatható és 12 intenzív osztályokon használatos, korszerű betegágyjal gazdagodott a szombathelyi Markusovszki kórház. Ez a fejlesztés része annak az uniós projektnek, amelynek célja az országosan egységes ápolási eszközpark kialakítása. Nagyon jó, kényelmes, alacsonyra lehet, vagy éppen magasabbra lehet emelni az ágyat. Az éjszaka már aludtam rajta, és nagyon kényelmes volt az ágy. Ez a celldömölki hölgy nagyon örül a korszerű fekvőhelynek. Kedden érkeztek meg, és azonnal megkapták a betegek ezeket a multifunkcionális és nagyon kényelmes ágyakat, a hozzátartozó matracokat, infúziós állványokat, éjjeli szekrényeket és más eszközöket. Az ágyaknak az elhelyezése, ez olyan felmérés alapján történt, hogy konkrétan melyik osztály kapja meg, hogy nagy képben vagyunk abban, hogy melyik osztálynak milyen a betegágy helyzete, és azokat a nem rossz, de leggyengébb állapotban lévő ágyakat cseréltük ki ezekre a modern ágyakra, amik hát aktuálisan vannak. A Markusovszki kórházat azonban a város is igyekszik a lehető legnagyobb mértékben támogatni. A kórház és az önkormányzat között van egy szerződés, egy megállapodás, ami azt jelenti, hogy minden esztendőben stratégiai jellegű célokban igyekszünk segíteni a kórházat. Ez korábban is így volt, és ezután is így lesz. Az országgyűlés által elfogadott jövő évi költségvetésben az eddiginél mintegy 100 milliárddal több pénzt szánnak az egészségügyre, hangzott el a sajtótájékoztatón. Egy 16 milliárd forintot meghaladó országos program részeként kapott az összesen 21 ezer vadonatúj ápolási eszközből jó néhányat a Vasmegyei Markusovszki Kórház. Itt most konkrétan 92 darab korszerű ágyról és a hozzátartozó kiegészítő felszerelésekről van szó. Az új eszközök nem csak a betegek helyzetét, de az ápolók munkáját is jelentősen megkönnyítik. Nem csak a fej és lábrész, valamint a magasság állítható, de abszolút biztonságos és életmentő is lehet. Mind a fejrésznél, mind a lábrésznél van egy ilyen védőre, hogyha a fekvő beteg jön, mindkét oldalon felhúzzuk, és nem tud leesni egy gombítással. Lemosogatható, azon kívül, ha a beteg rosszul van, akut esetben és reanimálás, az ágyvégek leemelhetőek, mindkét oldalról könnyen a beteghez férünk. Rövidesen további ágyakat és más eszközöket is kap a kórház. A 2020-ig tartó uniós projekt részeként hamarosan új nővérszállót is kialakítanak. A lakhatási lehetőséggel és az ezzel összefüggő életpályamodellel is vonzóbbá szeretnék tenni a munkát az ápolók számára a Szombathelyen. Évente mintegy 300 beteg újraélesztését végzi a mentőszolgálat Vas megyében. Ezt a sokszor kemény fizikai munkát könnyíti meg az a korszerű automata mellkaskompressziós készülék, amelyet az Ellukán Szavária Kft. Vásárolt meg a mentők részére. Előnye az is, hogy a mozgó mentőautóban is hatékonyan alkalmazható. És 1 és 2 és 3 és 4 és 5 és 1 és 2. 30 ilyen mozdulatot két levegő befúvás követ, hosszú percekig, de órákig is tarthat egy újraélesztés, ami komoly fizikai igénybevételt jelent. A kézzel végzett mellkas kompresszió egy embert biztosan lefoglal, két percenként pedig váltaniuk is kell egymást. Ezt az életmentő munkát mostantól a korszerű automata készülék végzi, amely a beteg kórházba szállítása közben is alkalmazható.
Például koszorúér elzáródott szívizominfarktusos betegnek a koszorúér megnyitása csak a katéteres laborban lehetséges, tehát addig el kell juttatni valahogy ezt a beteget, hogy erre egyáltalán esélyt kapjon. Tehát a mentőautóban egyébként manuálisan, folyamatosan mellkas kompressziót végezni nem lehet, hiszen az nem hatékony, ezzel az eszközzel viszont ez is megvalósítható. Akár több órán keresztül is folyamatosan tudja végezni a mellkas kompressziót a berendezés, sőt, úgynevezett dekompressziót is végez, amellyel a vér szívbe áramlását is segíti. A közel 5 millió forint értékű készüléket a megye legnagyobb foglalkoztatója, az Ellukás Szavária Kft. Vásárolta meg a mentők részére. Nagyon fontos részünkre az, hogy a városban a mentőszolgálatunk teljességgel föl legyen szerelve, rendelkezzen innovatív, tehát a kornak megfelelő technikai eszközökkel, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a munkavállaló, vagy a szombathelyi lakosok, vagy éppen a környék lakosai teljes szintű ellátást tudjanak kapni. A készülék nagy előnye az is, hogy hátizsákként szállítható, az automata mellkas kompressziós berendezés nem kötelező tartozéka a mentőautóknak, így a szolgálat számára fontosak az ilyen felajánlások. Diákok és tanárok jutalmazása a Városházán. Szombathelyi közlekedési rendőrök országos sikere. Bemutatták az erdélyi magyar irodalmáról kötet második kiadását. Rövid híreink következnek. A tanév legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat jutalmazták a Városházán. A résztvevőket Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere köszöntötte. A díjazott gyermekek országos tanulmányi, szakmai és művészeti versenyeken szerepeltek kimagasló eredménnyel, amit minden évben így ismer el az Önkormányzat Oktatási és Szociális Bizottsága. Ismét a dobogóra állhatott Puklér András, a Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársa a közlekedési rendőrök országos versenyén. A helyszínelő és balesetvizsgáló a karos forgalom irányító kategória elméleti versenyén az első helyet szerezte meg, amiért külön díjban részesült, gyakorlatban pedig a harmadik helyen végzett. A Vas megyei rendőrfőkapitányság három fős csapata az országos megmérettetésen a karos forgalom irányító, a motoros és a járőr gépkocsi vezető kategóriában összesítésben a negyedik lett. Megjelent a 100 év kaland Erdély magyar irodalmáról című kötet új kiadása. Az irodalomtörténeti legenda Láng Gusztáv és a néhai Kántor Lajos által szerkesztett könyv második kiadása 16 ezer példányban látott napvilágot. A Berzsenyi Dániel könyvtárban tartott bemutatón Fűzfa Balázs irodalomtörténész és Láng Gusztáv ajánlotta az olvasók figyelmébe a kötetet. Az elsősorban irodalomkedvelőknek szóló kiadvány neves szerzők erdélyi írókról, költőkről, egyes műveikről szóló tanulmányait, kritikáját és elemzéseit tartalmazza. Véget ért az idei tanév. Városszerte most tartják az évzáró ünnepélyeket, de már napok óta a nyári szünetre készültek a diákok. A tanárok leleményességén is múlt, hogyan tudták tartalmassá tenni a bizonyítványosztás előtti időszakot. A vitorláshajó felépítéséről mesél a tanár a Horváth Boldizsár szakgimnázium diákjainak az évvégi projektnap keretében. Ez csak az egyik izgalmas program, ami a rendhagyó tanítási napon várt rájuk. Ilyenkor nem könnyű egy tanítás. Kollégáim azt mondták, hogy akkor ezt kicsit most spékeljük meg valami érdekességgel, és minden tanár vállalt valamit saját szakterületéből, érdeklődési területéről, hobbiából, és ezeket mutatja be a gyerekeknek interaktív módon. Ebben az osztályban most a síkidomokról és a szabályos testekről tanulnak. Ezeknek kell így összeállni szembe, és akkor utána így összeállni majd már hajtani, jó? A gyerekeknek nem csak figyelniük kellett, hanem alkothattak is. Matematika órán vagyunk, és másabb, mint egy tanóra, mert így izgalmasabb dolgokat is tudunk csinálni, és magunk is részt vett, tehát hogy magunk is csinálhatjuk az adott dolgokat. Lapokat kellett kivágnunk, és ebből most egy ilyen ikozaédát formáltunk, amelynek 20 oldala van, és tényleg, ahogy az osztálytársam is mondta, sokkal jobb, mint egy tanóra, mert mi is kreatívkodhatunk. Az informatika szakos tanár most pingpongozni tanította a diákokat, miközben több teremben nyelvórák folytak.
Olyan ügyvitel tanár is akadt, aki jógázással ismertette meg a gyerekeket. Az érettségizők kivételével mindenki megmozdult ezen a napon. 9-től 11. évfolyam tanulói 310 főt jelentez, 27 kollégával 25 helyszínen tartunk 30 perces órákat, de ez nem olyan óra, mint a tanóra. Városszerte több iskolában is hasonlóan teltek a bizonyítványosztás előtti utolsó napok. Péntek délután pedig már az évzáró ünnepét is megtartották a Horváth Boldizsár szakgimnáziumban. A békerendszerektől tanácskoztak Szombathelyen a magyar múzeológusok és történészek. A Magyar Múzeumi Történész Társulat által szervezett program résztvevői ellátogattak a határvidékre, valamint Körmendre, Vasvárra és Sárvárra is. A török idők és az újkori békekötések magyar határvidéki területekre gyakorolt hatása volt a központi kérdése a Magyar Múzeumi Történész Társulat Szombathelyi Országos Konferenciájának. A közelgő trianoni évforduló mellett a témának apropót adott az is, hogy ugyanazt a történelmi eseményt gyakran más szemszögből értékelik az egyes országok szakemberei. Így például a vasvári béke is mást jelent egy osztrák, és mást egy magyar történész számára. Bár mindenki objektivitásról beszél, mindenki szakmai megközelítésről, mégis nagyon színes a mi világunk, és itt ebből egy csokrot kaphat az, aki végigüli a háromnapos konferenciát, hiszen legkülönbözőbb megközelítéseket, a legkülönbözőbb értelmezéseket és a kifejezetten polemikus kérdéseket fogja hallani, hiszen mi magunk is törekszünk ezekkel az izgalmas dolgokkal foglalkozni. A konferencián egyebek mellett előadás hangzott el arról, hogy van-e jó, illetve rossz béke. A résztvevők betekintést kaptak a karlócai békeszerződés körülményeibe is. Ez a possideatis uti possidetis jelszó volt, vagy alapelv volt a békekötésnél, hogy mindenki megtarthatja azt, amit birtokol, de semmi többet. Tehát ez egy nem olyan békeszerződés volt éppen az elmondottak miatt, ahol a győztes diktál. Megalkuvással történt. A karlócai békeszerződés eredményeként azonban új kereskedelmi lehetőségek nyíltak, és elkészült Magyarország első postatérképe is. A 89-70 arányú vereséget szenvedett Szolnokon a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén a Falkó kosárlabda csapata. A tiszapartiak így összesítésben 2-1-re vezetnek a három győzelemig tartó páros csatában. Eladott labdákkal, elhibázott távoli dobásokkal kezdett a Falkó Szolnokon, így pedig senki sem csodálkozott azon, hogy az első negyed végén 22-11-re vezetett a palánkok alatt egyértelműen domináló hazai alakulat. A második etap elején semmit sem változott a játék képe, ennek köszönhetően pedig a tiszapartiak folyamatosan növelni tudták az előnyüket. Szerencsére a félidő végén a Falkónak is volt egy jobb periódusa, így a nagyszünetben csak 44-33 volt az állás, azaz látótávolságon belül voltak a sárga-feketék. Térfélcserét követően a házigazdák szép lassan felőrölték a vasiak ellenállását, és végül magabiztos 89-70 arányú győzelmet arattak a hajrára már hitehagyottá váló vendégek ellen. Úgy érzem, hogy jobb volt a Szolnok összességében. Az első félidőben nagyon sok üres dobóhelyzetet kihagytunk. Próbálkoztunk, tényleg nem mondom azt, hogy nem küzdöttünk, mert tényleg próbáltunk mindent beleadni, de Szolnokon itt nehéz nyerni, ma nem sikerült. A Falkó csapatából egyedül a 19 pontig jutó Pell Zoltán játéka emelkedett ki, ezzel szemben a szolnokiaknál jóval több remek teljesítmény is akadt. Összességében ez volt a hazaiak győzelmének első számú záloga. Hát azt nem mondanám, hogy annyira sima volt, attól függetlenül nyertünk 19 ponttal, azért belülről nem volt könnyű mérkőzés. Amiben egyelőre tényleg sokkal jobbak vagyunk, az, hogy remekül eloszlanak a pontok, az, hogy 1-2-3-4-5 ember dob 10 felett. Fölényes sikerének köszönhetően a Szolnok 2-1-re vezet az egyik fél, harmadik győzelméig tartó páros csatában. A két gárda legközelebb hétfőn kora este találkozik egymással az Aréna Szaváriában. Remélhetőleg a Falkó azon a derbén meg tudja akadályozni a bajnokavatást. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!